A Magyarországi Református Egyház felkérésére a Károli Gáspár Református Egyetem egy nagyszabású egyház és társadalomkutatást végez az ország nyolc különböző településén, ahol az egyetem hallgatói a falukutatási gyakorlatok keretében kérdőíves kutatást végeznek. A települések kiválasztásánál arra törekedtek, hogy különböző településtípusokat válasszanak. lehetőleg az ország különböző tájegységeiről és hogy a reformátusság szempontjából is különböző múltú és jelenű városok és falvak szerepeljenek a kutatásban. A nyolc település közülé választották Tatát is. A református egyház a megrendelője a kutatásnak, az egyház jövőjével kapcsolatos kérdések érdeklik leginkább. Hogyan gondolkodnak a vallásról és a református egyházról az emberek, mennyire érdeklik őket ezek a kérdések. Illetve természetesen az emberek értékrendje, közérzete, lelki egészsége is fontos része a kutatásnak, amely már nem csak az egyház számára, hanem a település lakossága, esetleg az önkormányzata számára is érdekes lehet. A válaszadók kiválasztásánál a szociológiában szokásos reprezentatív mintavételi eljárással próbálkoztunk, tehát a központi statisztikai hivatal adatbázisából, illetve a települések református gyülekezeteinek a választói névjegyzékéből választjuk, választjuk kivéletlenszerűen a válaszadók körét. A vallásszociológiai kutatásban szokásos vallásgyakorlási, templomba járási szokások mellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire boldogok az emberek, mennyire elégedettek a környezetükkel, az életük alakulásával, mennyire bíznak egymásban, illetve a közintézményekben. Ezeken kívül természetesen az elemzéshez szükséges szociális és demográfiai háttérváltozók egy körére is szükségünk lesz. 18 hallgató. Jött el velünk Tatára. Szociológusok, szociális munkás hallgatók és pszichológus hallgatók szombatig fogják járni Tatán itt az utcákat, és 450 háztartást fognak megkeresni. Nagyjából egy fél óra az az időtartam, ami alatt kitölthető egy ilyen kérdőív, amiben nagyban számítunk a tatai lakosságnak a vendégszeretetére és a segítségére. A felmérést végző hallgatók mindegyikénél lesz egy megbízó levél, amelyen szerepel a személyigazolvány száma, valamint a Károli Egyetem által kiállított diákigazolvány.